Közös kartát fogadott el az alakaros önkormányzata és a fürdővárosban működő turisztikai egyesület. A kezdeményezés célja, hogy minél több hegyi lakos és szállodai dolgozó éljen a koronavírus elleni védőoltással. A karosi szolgáltatók zöme a turizmusra épít, ők a szállodákkal együtt készülnek a nyitásra, amely már ezen a héten megtörténhet. Még üresek a szállodák, a munkatársak a legtöbb helyen az utolsó simításokat végzik a vendégek érkezése előtt. Kedden már mintegy 3,7 millió ember megkapta az első oltását hazánkban, így a szakma arra készül, hogy a hétvégén fogadhatnak látogatókat. A helyi karta egyik fő célja az egészségileg is biztonságos zalakaros elősegítése. Ez egy olyan megállapodás, ahol a polgármester úr a városban lévő lakosokat agitálja arra, hogy kapcsolódva a kormány elvárásaihoz minél több beoltott személy legyen a városban. A szállodák igazgatói, tulajdonosai és a fürdő igazgatója pedig a dolgozókkal teszi meg ugyanezt az agitációt, aminek a lényege az lenne, hogy felkérjük a dolgozót, hogy jelentkezzen oltásra, és bízunk abban, hogy minél, mire a vendéget tudunk fogadni, minél többen beoltottan tudjuk fogadni a vendégeket. Az Alakarosi Turisztikai Egyesület emellett elkészített egy 9 pontból álló egészségügyi kódexet. Ez a fürdőváros 15 szállodájában és a fürdőben is olvasható a vendégek számára, ezzel is jelezve, hogy a vendéglátók milyen intézkedéseket tesznek a dolgozók és a vendégek egészségének megtartásáért. Üsztöke Botond a Karospá vezérigazgatójaként elmondta, bíznak a jövőben, várják és nagyon készülnek a nyárra. Ma úgy látjuk, hogy a májusi időszakban alapvetően egy alap szinten elindul a vendégeknek a fogadása. A rendelések elkezdődtek és egyre erősebbek és erősebbek. A hétvégén körülbelül ebben a szállodában is 60 vendég fog megjelenni, de hát ez még a szálloda nagyságát figyelembe véve nem egy komoly és nagy ö, előnyt jelent a szálloda részére. Mi az első, közeli házat vagy egy kicsit mozgást a pünkösdre gondoljuk. A Karoszpá dolgozói 20-22%-át veszítette el az elmúlt hónapokban, a kieső munkaerőt a nyári időszakra pótolni kell. A vezérigazgató azzal számol, hogy a 2019-hez hasonló nyarat tudnak realizálni az idei, szünidei hónapokban. Üsztöke botont hozzátette, külföldi vendégek valószínűleg csak szeptemberben, esetleg októberben jelennek meg Magyarországon.